szabad internet! Szabad ország, szabad internet! Telefonok a magasban a Győri Városháza előtt. Így tiltakoztak úgy nagyjából 70-en az internetadó ellen. Ez egy vicc. Nem. Nem szabad bevezetni. Nyugat felé haladjunk, előre haladjunk. Igazából, hogy tartsuk a kapcsolatot azokkal, akik külföldön vannak, a szeretteinkkel, meg az internet, mert mindenhol ott van. Úgyhogy igazából ezért jöttünk ki. Pártól függetlenül ez szerintem közös érdek. Én hallottam ma délután, édesanyám hívott engem föl, hogy itt lesz tüntetés ez az internetadó ellen. Mondtam rögtön, hogy jövök, ugyanis ez nevetséges is. Törhetetlen, hogy ilyet kitalál valaki, és ezt el is hiszi, és ezt fel is terjeszti, és a sok többi el is fogadja. Kedden este 6 órakor még úgy tűnt, nem lesz internetadó ellenes tüntetés Győrben a Városháza előtt. Erre az időpontra hirdették meg ugyanis az egyik közösségi portálon a megmozdulást. A csoportból, ahol megjelent később, törölték a gyülekezésről szóló bejegyzést. Először csak néhányan jelentek meg a Városháza előtt, a szervező nem fedte fel magát, pedig többen is őt keresték. Civil emberként vagyok itt, azért, mert nem szeretném az internetadót. Azt az internetadót egyáltalán nem szeretném, amit a fiatalok és minden magyar ember az álmait ott éli most már ki. Azt a virtuális valóságot, amit ott élnek meg azt a fiataloktól, azt akarja elvenni tőlünk ezt a kormány. Ez ellen tiltakozunk. Én azt hiszem, hogy azért, mert elveszik az emberektől a lehetőséget, a szabadságot, elveszik azt, hogy... Azok az emberek, akik elhagyták az országot, kommunikálnak az itthon élő családtagjaikkal, és az internet erre nagyon nagy lehetőséget, ezt mind elveszik tőlük. Egyre jobban nyomorítják a népet, úgyhogy ennek véget kell vetnie. Később néhányan zászlót kezdtek osztani, mások kiáltoztak, így alakult ki egy kisebb csoport, de volt, aki hazament. Rendőröket is láttunk, de nem volt szükség semmilyen intézkedésre. Még elénekelték a himnuszt, majd 7:30 a tüntetés kezdete után 1/2 órával mindenki hazament.